Tombol a nyár. A szervezők júliusban is igyekeznek az általános iskolás korú gyermekeknek minél színvonalasabb és tartalmasabb programokat kínálni. Ülön a Rúd sport és légtorna, a Kukta az önvédelmi és a sporttábort, Gyálon a napközis és kézilabda tábort, Felsőpakonyon a néptánc és a könyvtári kalandtábort, Ócsán az Erzsébet tábort, míg Vasadon a református hittantábort látogattuk meg. Tánciget és Rúd Akadémia Sportegyesület már 5 éve működik és szervez nyári táborokat. A kisebbek a balett, a nagyobbak a légtornász mozdulatokkal ismerkedhettek meg. Mi itt jelenleg 8 gyerekkel, kicsit nagyobbakkal vagyunk egy hétig, utána jön még egy akrótábor, egy tánctábor, és egy hét szünet után ismét egy rúd és légsport tábor. A jó számom, akkor ez egy 4 hetes program. Kik vehetnek részt? Igazából bárki részt vehet rajta. 4 éves kortól foglalkozunk a gyerekekkel. A táborokba 18-ig fogadjuk a gyerekeket, mert a felnőtteknek külön edzéseket szoktunk ilyenkor tartani. És hát kezdőket, haladókat, profikat, bárkit, aki csak hobbi szinten vagy versenyző szinten szeretne ezzel foglalkozni, mindenkit szeretettel várunk. Úgy látom, elsősorban a lányok körében népszerű ez a tábor. Még igen, viszont az utolsó táborunkban lesznek fiúk is. Milyen előképzettséget, illetve ügyességet igényel a tábor résztvevők számára ez a mostani egy hét? Hát igazából semmiet, mert a kezdők ilyenkor pont, hogy fel tudnak zárkozni gyorsabban. Nyilván előny, hogyha valaki más sportolt valamit, de nem feltétel. Az Amerikai Egyesült Államokban szeptemberben megrendezendő világbajnokságra készülő Petra folyamatosan edz és izgatottan készül élete versenyére. Hát magyar bajnokságon ugye első lettem és kvalifikáltam Amerikába a világbajnokságra. És ez mikor lesz? Szeptember elején. Hogyan készülsz rá? Hát amennyire csak tudok, folyton edzek rá, meg ugye hát fent kell tartani magamat, hogy ott ugye kimenjek az Európa világbajnokságra, és megméretessem magam ott a nagyobb versenyzők ellen. Nehéz is lesz. Most pedig itt vagyunk egy táborban. Miért ajánlod másoknak? Mi az, amit itt el lehet sajátítani, illetve mire kell odafigyelni, mire kell vigyázni, hiszen azért ez nem beszéltelen sportág. Hát egymásra nagyon kell vigyázni, nehogy ugye sérülést okozunk a többieknek, el tudjuk sajátítani, hát ugye a karikát úgymond, hát erőt tudunk építeni magunknak, meg hajlékonyságot, meg mindent igazából. A sportágot el tudjuk sajátítani.